Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban alapmondatokat szeretnék mutatni kezdőknek, hogy kötetlenül menjen az angol társalgás. Nos, ha érdekel téged az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd letenni az angol középfokú nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézz rá a tréningemre. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba. Én nyelvtanárként nagyon gyakran látom a hazai nyelvoktatás egyik fő problémáját, vagyis azt, hogy a diákok megszokják, hogy a tanár kérdez, aztán ők válaszolnak. Vagy tudnak válaszolni a tanár kérdésére, vagy nem. Aztán, amikor külföldre kerülnek egy nyaralás alkalmával, vagy munka miatt, vagy itthon egy multinacionális cégnél, vagy egy állásinterjún, ezek a diákok aztán meglehetősen passzívak, vagyis egyszerűen nem mernek egy beszélgetést kezdeményezni. Ezért összegyűjtöttem pár alapmondatot elsősorban kezdőknek, de remélem, hogy a haladók is érdekesnek fogják ezeket találni, hogy beszélgetést tudjanak kezdeményezni angol nyelven. Természetesen lent a videó leírásában az összes mondatot megtalálod. És akkor nézzük is az elsőt, vagyis a nem hivatalos köszöntéseket. Ugye akkor tudod ezt használni, hogyha barátoknak, ismerősöknek, vagy kollégáknak, esetleg ismeretleneknek akarsz köszönni. Kezdjük rögtön az informális üdvözlésekkel. Ha köszönni akarsz, egyszerűen elég, ha azt mondod, hogy hello, ami egy nagyon univerzális üdvözlés, minden beszélgetés lehet ezzel indítani. Mondhatod azt, hogy hi, ugye, ami azt jelenti, hogy szia, ez egy semleges és nagyon barátságos üdvözlés. Mondhatod azt, hogy hey, ami szintén egy informális és egy lazább üdvözlésnek számít, illetve mondhatod azt, hogy greetings, ami szó szerint azt jelenti, hogy üdvözlet. Ez napjainkban meglehetősen ritka és formális, de én azt tapasztaltam így a külföldi kollégákkal beszélgetve, hogy barátok és kollégák között humorosan még a mai napon lehet ezt használni. Kettes pont, hivatalos üdvözlések. Ahhoz, hogy valakit hivatalosabb módon üdvözölj, nem kell más tenned, mint a good, vagyis a jó szó után oda tenned a napszakot. Ugye az első, a gondolom mindenki által ismert good morning, vagyis jó reggelt, ezt minden nap reggeltől a délelőttig, tehát 12 óráig használhatod. Aztán jön a good afternoon, vagyis a jó napot, ez déltől egészen délután 6 óráig működhet, ez a köszönési forma. Aztán jön a good evening, vagyis a jó estét, 6 óra után, és végül a good night, vagyis a jó éjszakát. Figyelj arra, hogy a good night általában azt feltételezi, hogy te elköszönsz valakitől. Tehát, hogyha este 10 körül mondjuk egy szórakozó helyen meglátod a barátaidat, akik odajönnek hozzád, akkor ne good night köszönéssel akar nekik köszönni, mert nem fogják érteni a helyzetet. Következő hármas pontunk a bemutatkozás. Ugye mi van, hogyha még soha nem találkoztál azzal a külföldi illetővel, akivel beszélgetni szeretnél, így mutatkozz be neki. Hi, my name is John, what's your name? Szia, én John vagyok, vagy János vagyok, mi a te neved? Ugye ez a legegyszerűbb, legsemlegesebb bemutatkozás mindig jól működik. Mi van akkor, hogyha valakivel találkoztál, de nem emlékszel a nevére, ekkor ezt mondhatod, I'm sorry, I don't remember your name, you are John, right? Sajnálom, nem emlékszem a nevedre, te John vagy, igaz? Ez egy kicsivel informálisabb. Mi van akkor, hogyha valaki másnak szeretnél bemutatni egy személyt, egyszerűen elég, ha ezt mondod, please meet John. Kérlek, vagy kérem, ismerje meg John-t. Most, hogy bemutatkoztatok, és valószínűleg a másik fél is bemutatkozott, reagálnod kell valahogy erre a bemutatkozásra. Úgyhogy a következő kifejezések egyikét tudod használni. Nice to meet you. Örvendek. Ugye ez a leges-leggyakoribb. Pleased to meet you. Örülök, hogy találkoztunk. Ez egy picit udvariasabb, mint a nice to meet you. És végül, it's a pleasure. Nagyon örülök, örömömre szolgál. Ez egy kicsit informálisabb, de sokkal szívélyesebb és kedvesebb.
Ezután jön a negyedik pontunk, tehát bemutatkoztunk a másik félnek, itt az ideje, hogy csacsogjunk vele, vagyis elkezdjünk egy úgynevezett small talkot. A leges-leggyakoribb angol kérdés, amivel csacsogást tudunk kezdeményezni, a how are you, vagyis hogy vagy. How are you? Ugye ez annyira elterjedt, hogy az emberek teljesen automatikusan mondják, még akkor is, hogyha alig ismerik ezt a szemét. Úgyhogy tulajdonképpen a mai angol nyelvben ez a how are you az üdvözlésnek egyfajta része. Amikor megkapod ezt a kérdést, arra egy automatikus választ kell, hogy adj. Ez a nagyon rövid válasz pedig az, hogy fine, vagyis remekül. Fine. Tehát a how are you kérdésre azt mondod, hogy fine, és te is megkérdezheted a másik féltől ugyanezt a kérdést, how are you? Ugye sokan mondják, hogy az angol embereket egyáltalán nem érdekli, hogy valójában mi hogy vagyunk, és ez egész egyfajta ilyen kerítés, hogy ezt mondják, ezt a how are you kifejezést mondják. Ez lehet, hogy részben igaz, de mindenképpen tud, hogy amikor ezt a how are you kérdést megkapod, akkor ne kezd el elmondani, hogy éppen elkéstél a munkából, nem indult a kocsi, és összevesztél otthon a feleségeddel. Számos más módon is tudunk az angol nyelvben csacsogást kezdeményezni. Ugye, how are you doing, ezt már megbeszéltük. How are things, ugye, a következő kérdés, hogy mennek a dolgok, hogy mennek a dolgaid, ez jóval informálisabb, mint a how are you, és végül egy még informálisabb kérdés, what's up? What's up? Ugye, mi a helyzet? Mizus. Ugye, hogyha valaki szerette, vagy szereti a jó barátokat angol nyelven nézni, akkor Joey szájából nagyon gyakran elhangzik ez a kérdés. Menjünk tovább az ötös pontra, kérdések és kérdések megválaszolása. Nem akarok ebben a videóban részletesebben belemenni a nyelvtanba. Tudd azt nagyon alap esetben, hogy kétféle kérdés létezik, zárt és nyílt végű kérdés. A zárt végű kérdéseket eldöntendő vagy igen-nem kérdésnek is nevezik. Ugye egyetlen céljuk az, hogy bizonyos információkat megerősítsenek. Ilyen például az are you having a good day? Are you having a good day? Jó napod van? Ugye igen, nem. Have you seen my email? Láttad az e-mailemet? A másik nagy kategória pedig a nyílt végű kérdések. Ezeknek a feltevésekor sokkal több információt várunk. Ezek a kérdések mindig valamilyen kérdőszóval kezdődik. Például who, what, where, when vagy why. Például, how is your day going? Hogyan telik a napod? When did you arrive at the office this morning? Mikor érkeztél meg az irodába ma reggel? Vagy, what do you think about the email I have sent? Mit gondolsz arról az e-mailről, amit küldtem neked? Jön a hatos pont, és ez az egyik legfontosabb, a tisztázás. Elképzelhető az, hogy nem értetted meg a választ elsőre. Lehet, hogy a másik feltettél egy kérdést a beszélgető partnerednek, de a másik fél túl gyorsan válaszolt, vagy valamilyen akcentussal beszélt, és nem értetted meg pontosan, hogy mit válaszolt. Ilyenkor bátran kérdezz rá még egyszer arra a részre, amit nem értettél. Hogyan tudod ezt udvariassan megtenni? Például, I'm sorry, I don't understand. Could you please repeat that? Sajnálom, nem értettem. Megismételné, kérem? Vagy, I'm sorry, I don't understand. Could you please explain that? Sajnálom, nem értem. Elmagyaráznák, kérem? Ha nem történt más, csak azt, mondjuk nagyon nagy zaj van körülöttetek, és rosszul hallottad, tehát nem értetted pontosan, tisztán, hogy mit mondott a másik, akkor ezeket a mondatokat mondhatod. I'm sorry, I didn't catch that. Could you please repeat that? Sajnálom, nem értettem jól. Megismételnék, kérem? Vagy, could you please say that again? El tudnám mondani újból, kérem? Miután elmondta a másik fél még egyszer a kérdést vagy az állítást, remélhetőleg már sikerült megértened, ilyenkor köszönd meg, tehát mondd azt, hogy thank you, mielőtt válaszolnál vagy reagálnál az elhangzottakra.
És végül, miután bemutatkoztunk, beszélgettünk, kérdeztünk, visszakérdeztünk, ideje lezárni ezt a beszélgetést, tehát elképzelhető, hogy nem tudod, vagy éppen nem akarod folytatni ezt a beszélgetést a másik féllel, mert éppen valamilyen dolgod van, vagy sietned kell valahova. Hogyan tudod udvariassal lezárni a beszélgetést? Például azt mondhatod, hogy It's time for me to go. Itt az ideje, hogy menjek. Ez egy nagyon udvarias és semleges lezárás, rögtön érteni fogja a másik, hogy menned kell. Vagy I have to run. Can we continue that later? Rohannom kell. Folytathatjuk ezt később? Ez jóval informálisabb, de udvariasabb is, ugye jelzed, hogy szeretnél még az illetővel beszélgetni. Vagy egyszerűen azt mondod, hogy Thank you so much for your help. Annyira köszönöm, nagyon köszönöm a segítségedet. Ez egy nagyon gyakori és nagyon hasznos kifejezés, bármely helyzetben használhatod. Vagy mondhatod azt is, hogy szimplán azt, hogy got it, thanks. Got it, thanks. Megvan, megértettem, köszönöm. Ez egy nagyon informális rövid mondat, és leginkább barátok közt működhet. Vagy végül I think I have everything I need, thank you. I think I have everything I need, thank you. Azt hiszem, minden megvan, ami szükséges, amire szükségem volt, köszönöm. Ez hivatalosabb, mint a korábbi mondatok, és egy kicsit durván és bunkó módon is hangozhat, hiszen jelzed, hogy te csak ennyit akartál a másiktól, és mindenki mehet a saját dolgára, ezért mindenképpen köszönd meg a végén. Tehát, hogyha ezt a mondatot használod, akkor legyen a végén ott, hogy thank you. Nos, remélem segítettem egy kicsit áttekinteni az alap kötetlen beszélgetéssel kapcsolatos mondatokat. Remélem, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót. Kérlek, hogy oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!